Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, a Lólépésben című sakkmagazin 2015. júliusi adásában járunk. Az előző adásunkban a magyar sakktörténelem egyik oszlopos tagjáról, néhai Bilek István nemzetközi nagymesterről emlékeztünk meg. Beszéltünk Bilek nagymesternek a pályafutásáról, kiváló újságírói, írói sakkelemzői vénájáról, és csodálatos kombinációjánál fejeztük be az adást. Ígértem az előző adásban, hogy áttekintjük a legjellemzőbb kombinációk a Bilek nagymesternek a pályafutását, és ezzel szeretnénk tehát folytatni a műsorunkat. A következő feladatunk a 10 éves Bilek István végjátékvezetési képességét példázza. Ő már 10 évesen a főtorna játékosok között szerepelt. A következő állásban a magyar sakkozás egyik nagy reménységével, a később nagymesterré érő Flesch Jánossal küzdött. Flesnek egy gyalogelőnye volt végig a partiban, és a rá jellemző kissé könnyed életvitellel meggondolatlanul felajánlotta a vezérvégjátékban a vezéreknek a cseréjét, és kissé nagyképűen döntetlent ajánlott. Közismert, hogy egy sakkozó nem lehet nagy sakkozó akkor, hogyha nem ismeri töviről hegyire a végjátékokat. Bilek nagymester az állásra rápillantva azonnal látta, hogy Flesnek tulajdonképpen vesztő végjátéka van a gyalogelőny dacára, és elutasította a döntetlent, és tovább játszott. A táblán látható állásban tehát Flesch János a sötét figurákat vezetve vezér B4-jel ajánlotta fel a vezéreknek a cseréjét. Nem is olyan egyszerű kivédeni ezt, hiszen egyszerre áll ütésben a B3 gyalog is és a G4 gyalog is. Vezér D1-jel pedig Bilek teljes passzivitásba vonulna, Bilek azonban lecserélte a vezér. Tehát vezér B4 sötét, vezér üt B4, üt B4, vezér üti B4, A5 üt B4, és ezek után egy gyalog végjáték következik, ahol Bilek jól látta, hogy az számára nyerve van. Korábbi adásunkban már beszéltünk az úgynevezett Berger négyzetről 2013-ban, nyilván emlékeznek kedves nézőink erre. A Berger négyzetnek a kihasználásával viszi győzelemre a gyalog végjátékot Bilek István. Király F3, király G7. Hozni kell a királyukat ugyanis a gyalog végjátékban, király F4-jel közelít és megakadályozza a G5-ös áttörést Bilek István, amire kénytelen, kelletlen F7, F6-ot húzott Flesch, mert fenyegetett G5. Király E4, látható, hogy megkísérli elérni a D5 pontot Bilek István, király F7-tel védekezik Flesch, tehát egy átlósó pozíciónak lehetünk a szemtanúi, király D5-tel, amire Flesch-nek a király behatolását védenie kell király E7-tel. Látható most azonban, hogy eltávolodott a sötét király a H-vonalról, ezért, bár még éppen benne van a Berger négyzetbe, Bilek mégis jól játszhatja meg a H5-öt. Ha most sötét G6, G5-tel folytatná, abban az esetben azonnal vesztő végjátéka volna, bár egyébként is veszít, megkíséri zavarba hozni Bileket, F6, F5-tel. Ha most ugye Bilek beütne G6-ra, akkor még le tudná stoppolni éppen Flesch a gyalogokat, azonban H6 következett, amire sötétnek, Flesch-nek oda kell érnie a H gyalog átváltozási mezejéhez, tehát visszafelé kell közelíteni a H vonalhoz, király F6-ot húzott. Erre Bilek beadta a sakkot, G5. A poén az, hogy a sötét király nem ütheti le a sakkot adó G5 gyalogot, mert ebben az esetben a H6 gyalog H7-re, majd a következő lépésben H8-ra hatolna és vezérré változna át, ezért kénytelen volt visszakozni Flesch királlyal F7-re, és erre következett király C5. Itt adta fel a sötét figurákat vezető Flesch János későbbi nagymester, mivel
úgy tudja Bilek leütni a B4, B5 gyalogot, hogy az F5-ön álló sötét gyalog elfogható. Ugyanakkor a király, a sötét király oda van kötve az F7, F8 mezőkhöz, hiszen két lépésen belül a H5 gyalog átváltozna vezérré. Bilek tehát ugye leüti a B5 és B4 gyalogokat, majd a B3-on álló világos gyalogot tolja felfelé, és vagy a B gyalog, vagy pedig a H6 gyalog vezérré változik, és azzal nyilván be tudja matolni könnyűszerrel Flesch Jánost. Ezzel ért véget a fiatal titánok a magyar sakkozás akkori reménységeinek a küzdelme. Bilek István 1953-ban játszotta ezt a végjátékot, ezt a partit, ő ekkor már berobbant a magyar sakkozás élvonalába. Két évvel később, 1955-ben a magyar sakkozásnak egy fénypontja volt, ugyanis a Szovjetunió válogatottja látogatott Budapestre, hogy megmérkőzzön a magyar válogatottal. A Szovjetunió válogatottjának erejéről azt kell tudni, hogy a szovjet válogatottba olyan játékosok nem tudtak bejutni még az utolsó táblára, még a tartalék pozícióba sem, amely játékosoknak más élvonalbeli országok nagyon örültek volna, hogyha az első táblára bejutottak volna. A Szovjetunió a világválogatottal két alkalommal is megmérkőzött, és már beszéltünk erről a mérkőzésről, mindkét alkalommal legyőzte a világválogatottat. 1955-ben tehát Bileknek alkalma nyílott arra, hogy a világ legjobbjaival mérkőzzön meg. A táblán látható állásban az eljövendő nagymester Bilek István vezeti a világos figurákat, ellenfele pedig a világ sakkozásának szuperklasszisa, az észt származású szovjet válogatott Paul Keresz. Kereszről tudni kell, hogy ő már 1938-tól világbajnok jelölt volt, a világbajnoki címnek a várományosa, sokszoros szovjet bajnok, nagyon sokszoros olimpiai bajnok, fel sem lehet sorolni az őt megillető címeket és versenygyőzelmeket. Kétszer volt második a világbajnok jelölt, négyszer volt második a világbajnok jelöltek versenyén, ami jóval többet jelent, mint hogyha egyszer megnyerte volna a világbajnok jelöltek versenyét. Az őt illető tiszteletet mi sem fejezi ki jobban, mint hogy ő az egyetlen sakkozó a világon, akinek arcképe pénzen szerepel, az észt koronán látható Paul Keresznek a képe. 1955-ben ereje teljében volt, Botvinnik világbajnok távollétében nem egyszer ő vezette a szovjet válogatottat, tehát azt hiszem a papírforma igazán nem Bilek Istvánnak kedvezett. Bilek meglehetősen nehéz helyzetben van, gyalogjai szétszóródtak, a királyállása fellazult, minőséghátránya is van, nincs mit tenni, mint meg kell próbálni örökös sakkal döntetlenre menteni az állást. Bilek István Kereszhez hasonlóan rendkívüli kombinatív képességeivel bizonyította a sakktudását, ez következett a partiban is. Bilek beáldozta az egyetlen megmaradt bástyáját, bástya üt E7, amire nyilván le kell ütni a bástyát, hiszen fenyegetett még bástya üt F7 sakk is. A futóval nem lehetett leütni, mert arra Keresz megkapná a vezérüt F7 mattot, ezért a királlyal kellett azt leütni. Bilek folytatta az átlókon nyomó kombinációt, futó A3, amire természetesen leütötte Keresz a futót, királyüt E6. Erre következett vezér G4. Keresz megkísérli a királyát eldugni, mégpedig a centrumban, király E5. Nem vezetett azonban üdvösségre ez sem, hiszen vezér G3-mal újabb sakkot kapott. Királyüt E4. Keresz elképzelése az, hogy behatol a tábla közepére is a sakkot a vezér, illetőleg valamelyik futó közbehúzásával védi ki. Megkapta azonban a vezér G4 sakkot, amire király D3 következett, vezér D1 sakk, király C3, vezér F3 sakk, király C2.
Itt különösen azt kellett figyelnie Bilek nagymesternek, hogy mindig sakkot tudjon adni, mert hogyha egyetlen alkalommal nem tud sakkot adni Keresz nagymesternek, abban az esetben már a két bástya előnnyel mindenképpen nyerni fog, tehát kivédi a további sakkokat. Következett vezér E4 sakk, tehát jól látható, hogy a B2 C1 mezőt őrzi az A3 futó, míg a B1 C2 mezőket az E4 vezér ellenőrzi, király D2 kötelező, vezér F4 sakk, király D1 kell, vezér F3 sakk, király C2, vezér E4 sakk, király C3, vezér F3, király C4. Érdemes megfigyelni, hogy Keresz bármelyre léphet ki szabályosan a sakkból, sehol sem vezet az üdvösségre, vezére 2 sakk, király D5, vezér F3, király E5, és itt egy érdekes sztorit kell, hogy elmeséljek. 1955-ben kissé vad volt a politikai helyzet Magyarországon. A Magyar Sakkszövetség egyik vezetője a visszaemlékezések szerint ebben a pillanatban lépett be a játékterembe, és elhűlve látta, hogy Bileknek két bástya hátránya van, és ennek ellenére még küzd Keresz nagymester ellen. Szólt a szakfelügyelőnek, hogy szóljatok Bileknek, mondjátok meg Bileknek, nem illik a szovjet nagymesterekkel szemben két bástya hátránnyal küzdeni. Bilek azonban ezt már csak utólag hallotta meg, még beadta a vezér G3 sakkot, vezér G3, és ezek után Keresz nagymester döntetlent ajánlott, belátta, hogy nem tud elbújni a királyával. Bilek még jó, hogy nem hallgatott a politikusra, mert döntetlenre mentette a világ második számú sakkozójával szemben a kulcsfontosságú partit. Bilek István az elkövetkezendő években folyamatosan növelte sakktudását, egyre komolyabb versenyeken vett részt, egyre komolyabb bajnokságokban bizonyította tudását. Akkor még néhai Szabó László nagymester, Barca Gedeon nagymester és Portis Lajos már nagymester árnyékában még nem tudta megnyerni a magyar bajnokságot, az egy kicsivel később következett, azonban eredményesen vett részt a világbajnoki címért folytatott küzdelmekben. Persze nem nyert el a világbajnoki címet, de ahhoz közelíteni is már óriási eredmény volt. 1964-ben Kecskeméten rendezték a világbajnoki zónaversenyt. Tudni kellett, hogy akkoriban a világbajnoki címért olyan rendszerben mérkőzhettek a sakkozók, hogy az egyes országoknak a bajnokságairól az első néhány játékos tovább jutott a zónaversenyre. Ez Magyarországon egy közép-kelet-európai zónát jelentett, egy ilyen Bulgária, Jugoszlávia, Románia, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország bajnokait, bajnokságának élén végzett sakkozóknak a csoportmérkőzését jelentette. Ez egy rendkívül kemény, rendkívül daráló mérkőzés volt, hiszen itt már tényleg a világ első 100 sakkozója közé tartozó nagymesterek vetélkedtek egymással a továbbjutásért. A zónaközi versenyről, aki továbbjutott, a zónaversenyről, az továbbjutott az úgynevezett zónaközi döntőre. Két, illetve három zónaközi döntő volt a világon, tehát az már több volt, mint egy kontinens bajnokság, és akik az első három helyen végeztek a zónaközi versenyen, azok nyerhették el a büszke világbajnok jelölti címet. A táblán látható állásban Bilek István vezeti a sötét figurákat, kedvenc királyindiai védelmét alkalmazza, ellenfele Ludek Pachman, a világ élvonalába tartozó cseh nagymester, Csehszlovákia bajnoka volt. Pachman akkor jóval előrébb volt, magasabban fémjelzett sakkozó volt a világranglistán, mint Bilek. Jókedvűen lépegetett és úgy gondolta, hogy a gyalogállása, a világos mezőknek a blokádja megoldja minden nehézségét, és H4-H5-tel fel tudja nyitni Bileknek a királyállását, és eredményes matt támadást indít ellene. Amikor látta Bilek Istvánnak a test mozdulatából, hogy lépni készül, úgy gondolta, itt az ideje, hogy egy pohár szódavízzel frissítse fel magát. A vízivásból, szódavízivásból azonban egészen más következett.
Bilek István ugyanis a rá jellemző találékonysággal olyan lépést húzott, hogy amikor azt a szódavizet pohárba spriccelő Pachmann nagymester meglátta, megállt benne az ütő népiesen mondva, egy kissé elmozdult a felső teste, a poharat odébb húzta döbbenetében, és a szódavizet teljes egészében a táblára spriccelte, a versenybírónak be kellett avatkozni, abba hagyták pár perce a partit, és zsebkendőkkel, rongyokkal törölték fel a saktábláról az oda spriccelt szódavizet. Pachmann nagymester ugyanis megdöbbenésében ezt tette. Mi is volt ez a rendkívüli lépés? Egy teljes tisztáldozat, ami a gyalogállás felbontását kezdeményezte, futó üt D5. Pachmann itt belemerült egy jó 20 perces gondolkodásba, nem látott mást, mint huszár C3 üt D5, de valószínűleg ekkor már látta, hogy milyen a sötét mezőkön mozgó kombinációról van szó. A helyfelszabadító tisztáldozat után következett huszár F6 üt D5, értelemszerűen következett erre E4 üt D5. És most következik az a lépés, amiből kitűnik, hogy miért is áldozott tisztelt Bilek nagymester, vezér F6. A vezér F6-on és a futó G7-en rendkívül erőssé váló üteg, meg is próbálta Pachmann kivédeni azt futó E4-gyel, erre azonban Bilek nagymesternek a keze villant. Huszár üt G4. Nem lehet mit csinálni, a huszárt nem lehet leütni, mert kötésben van a vezértől a világos király, kénytelen kelletlen el kell lépnie, király G2. Erre következett huszár üt E3. Ez a lépés elterelte Pachmannnak a vezérét a második sorról, vezérüt E3, következett vezérüt B2, ki kell védeni a sakkot, vezér E2, vezérüt E2, huszárüt E2, és most következett futóüt A1, bástyaüt A1, és ezek után már Pachmann fel is adta, nem várta meg a folytatást, tekintettel arra, hogy teljesen veszve van. Mi is fenyeget Péter Bilek nagymester részéről? Hát gyakorlatilag bástyákkal behatolni az elvonalon, vezér szárnyi gyalog többlet, az A7, B6, C5 gyalogok megindulnak. De igazából F5 visszazavarja F5, a futót, elzavarja a futót D3-ra, bástya E3-mal. Bástya E3, a futónak aztán, távolodni kell. És utána, hát most kérdés, hogyha B5-re megy a másik bástyával nem tudok menni, de akkor A6-tal visszazavarom azt a futót. A6-tal elzavarjuk, igen, és ha C4-re megy, én azt hiszem, akkor B5. A B5 is jó, és ha futóval leüti a B5 gyalogot, de akkor bástya B8 tempóval következik, igen. Majd bástya B1, és ez kivégzi Pachmannt. Nem vártam meg, világos. Tehát még 9 lépés után is számolni kell, hogy hogyan nyer Bilek a kombinációval, ő azonban ebben az elhíresült, világszerte elhíresült szódavizes partiban már az első lépésben 9 lépése lesz megelőzően, kiszámolta ezt az állást. Hát ez különbözteti meg az egyszerű sakkozót egy Bilek Istváni klasszistól. 3 évvel később Bilek nagymestert már a világ legjobbjait felvonultató versenyekre is meghívták. Ez egy olyan szuperversenyt jelent, mint amelyeken részt vesznek a manapság, mondjuk Arsen világbajnok, amelyeken sajnos már nem játszik Polgár Judit, de még meghívják oda Lékó Pétert. Tehát a világ abszolút legjobbjait felvonultató versenyeken játszott már ekkor Bilek István. 1967-ben járunk Moszkvában, ahol az Aljehin emlékversenyen játszott Bilek, mégpedig a világos figurákat vezette, ellenfele, annyit hadd személyeskedjek, az én kedvenc sakkozom, az akkori világbajnok Tigran Vártanovics Petroszján, a Vastigris, egy örmény sakkozó, aki a megelőző évben védte meg a világbajnoki címét rendkívül meggyőzően az új titánnal, Boris Paszkijjal. Bilek Istvánnak ez a partia arra mutatott rá, hogy egy sakkozónak az idegi
terhelése rendkívül nagy, és bizony sok esetben kiegyezik a döntetlen végeredménnyel. A táblán látható állásban Bilek István a világbajnokkal szemben nagyszerűen áll. Petrosyan nem volt akkoriban túl népszerű világbajnok, az ő magasrendű pozíciós játékát nem értette meg az akkori sakkvilág, később kezdték el igazából értékelni, minden esetre azokban az években is Petrosyan világbajnok rendkívül meggyőző volt, ebben a partiban pedig mondhatjuk nyugodtan alárendelt szerepet játszott. Bilek F6-ot húzott, amire kénytelen volt Petrosyan vezért cserélni, vezérüt F6, vezérüt F6, huszárüt F6. Természetesen nem egyszerűen adta oda a gyalogot a mi nagymesterünk, mert bástyaüt D6-tal leütötte Petrosyannak egy gyalogját, és megkérdezte, hogy az F6-a kerülő huszár hová is kíván menni. Petrosyan nem forszírozta annyira az eseményeket, nem vonult vissza a huszárra a rossz helyre, hanem király G7-tel megvédte azt. Bástya E1, F1-gyel azonban mégiscsak rákérdezett arra Bilek, hogy hová kívánja ezt elvinni. Bástya E1, F1, huszár H5 volt a legértelmesebb hely, ahova azt el akarta vinni, elvihette. Erre következett bástya üt F7. Ha most népszámlálást tartunk a táblán, akkor gyalog előnye van Bilek nagymesternek a világbajnokkal szemben, és a világbajnoknak még gyenge a királyállása is. Persze, hogy király H6-ot húzott Petrosyan, hiszen király H8, azt hiszem, elég erős lépés lett volna bástya D6, D7 mat fenyegetéssel. Jól mondom, Péter? Tehát a király H6 kötelező volt. Ezek után Bilek egyszerűsítette az állást futó D5-tel, amire le kell cserélni a futót, futó üt D5, de nem ám a huszárral ütjük azt le, hanem huszár G4-gyel megkergetjük a világbajnok királyát, mégpedig G5-re kötelező, erre következett bástya D5. Hát meglehetősen érdekes, hogy Petrosyannak milyen a királyállása, meglehetősen elnehezült a helyzete, huszár G3, és bástya üt E5-re, Petrosyan világbajnok kénytelen a sakkot védeni huszár F5-te, hiszen máshol nem is lehet. Következett Bilek részéről huszár H2. Ilyen esetben ugye azt kell mindig a nagymestereknél számolni, hogy hol fog a legjobban állni a tiszt, Bilek nyilván F3-ra kívánja állítani a huszárt. Bástya E8-at húzott a világbajnok, hogy tehermentesítse az F5 pont túlterhelését, huszár F6 következett, amire F3, amire királyát H6-ra vitte a sakk elől a világbajnok. Bástya B5-öt húzott Bilek, nem kívánja a szorongatott helyzetben lévő világbajnok gondjait oldani a tisztcserével. Bástya AD8 jött, bástyákat összekötötte Bilek István B7-tel, bástya B5, B7, Petrosyan beadta a bástya D1 sakkot, király F2 kötelező, hiszen király H2-re kivégezné őt a huszár G3-mal, bástya H8 következett, és ebben az állásban a világbajnok kissé sportszerűtlenül döntetlent ajánlott Bileknek. Bileknek már eléggé fogyóban volt a gondolkodás ideje, annak ellenére, hogy két gyalog előnye volt és gyakorlatilag nyerésre állt, nem volt teljesen tiszta az állás, és elfogadta a világbajnok döntetlen ajánlatát. Bilek nagymester azt mesélte erről az állást, hogy ezután következett a fekete leves, amikor ugyanis Moszkvában távozott a versenyteremből, az egyik felindult néző megragadta a kabátját és elkezdte rángatni, és kérdőre vont, hogy mondja csak, miért jön Moszkvába, hogyha két gyalog előnnyel döntetlenre játszik a világbajnokkal szemben. Szegény Bileket a szorongatott helyzetéből az egyik rendező mentette ki a felindult nézőnek a karmaiból. A tanulság, ha egyszer alkalmunk van a világbajnokkal játszani, játszunk nyerésre, ha kikapunk, az természetesen papírforma és nem szégyen, míg hogyha nem kapunk ki, az már esetleg a világbajnoknak blama. Kedves nézőink, azt hiszem nem is tehetnénk mást, mint hogy megoldandó feladatként egy Bilek István nagymesteri kombinációt ajánlanánk az önök figyelmébe.
A táblán látható partiban Bilek nagymester a világos figurákat vezette, ellenfele a francia Kvátli nagymester. Champigny-sur-Marne-ban játszották 1984-ben a partit, Bilek István lép. Lólépésben gondolkodjanak, ami egyrészt Bilek Istvánra is jellemző, másrészt a magazinunknak a címe is. A lovakkal való operálással kérem oldják meg a feladatot, és küldjék be a lólépésben@gmail.com címre. Kellemes fejtést, jó fejtörést kívánok, viszontlátásra!